reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán! Figyeljetek, a sárvédőmet egy kicsit, nem tudom, meglugott a jégeső, vagy nem tudom, mi történt vele. Azt nézem, hogy ez jó sokat véd, ez a sárvédő, vagy sárhányó, vagy akármicsoda. Na gyerekek, elkészültem, kipakoltam, annyit csináltam az inventory-ba, gondoltam, nem akarom, hogy itt tárhállak benneteket ezzel. És menni akarnék máma kalandozni egy kicsit, mert aki az miért ilyen hangos a játék, lehet, hogy egy kicsit föltoltuk ezelőtt a hangerőt, aztán orra jött nekem itt a fülem, nem tudom mennyi legyen. Egyébként ez a mindig bajba van, szerintem az összes videós, hogy mennyi legyen a hangereje a játéknak, mert különben, ha nagyon ordét, akkor nem lehet hallani a videóst. Marja? Ja, ó. Egyébként írtátok, hogy vigyázzak ezzel a hanggal, mert ez vonzol a zombikat. Hát igen, ordét itt az bőle. Jaj, de hangos vagy, Bore. Na, figyeljetek, be vagyok a traderhez, megnézzük, van-e nála valamilyen üzleti dolog, és veszünk fel köldetést, ha lehet, akkor valami jót, jó? Mind látom, hogy nem nagyon van. Megpróbáljuk egy ilyen, azt a bötyár, hogy ordít. Nektek is annyira ordít ez a valami? Jobot akarok inventory-val, nem foglalkozunk. Figyelj, olyat kellene, hogy akkor meg kéne nézni. A higasit azt nem szeressük. Most már légy... Minotaur, az nem zombi. Lasson set. Home. Mindjárt megnézem, míg vannak gyerekek, jó? Higaz, az is a Higashi. De az Dr. Higashinak volt a rezidenciája, nem? Ez a... Iskola! Na, megyünk is az iskolába, gyerekek. Csapjuk neki, tudjátok melyik ez? Ahol a milliárd zombi van fönn a tetőn. Figyeljetek, az a lényeg, hogy hoztam magamba bőven lőszert, majd egy ilyen kis speedrunosra fogjuk fogni a figurát, jó? Ahhoz képest nem van törve a lába képerek. Nyomjuk neki, gyerekek! Megyünk, mint az őrület. Egy-két javítókészlet lehet, hogy nem látod volna, és tényleg az lesz, hogy ilyen brutál, brutál módszerrel fogunk bőni. Elhoztam a vizészetemet is, ugye, amivel tudok majd lootolni, szóval bízunk benne, hogy van, lesz valami csodálatos loot, meg még rá, az itt majdnem fötiportam ezt a valamit. Ott volt egy izé, gyerekek, egy... Jaj, a Family Frost-os kocsi meg ott ki megérkezett, hát csodálatos. Na, jól van, figyeljetek, nem baj, hogyha 1,4 km-re van, mert most már motorra úgy megyünk, mint a szélvihar. Úgyhogy Franco. Norvég írta ez alatt, hogy a rendőrautókat nem kellett volna szétszedni. Nem gondolom, arra gondoltál, hogy akkor ezek így újra tudnak törmülődni. És akkor le van belül, de hát már annyi lootunk van, hallod? Hogy mint a sár. Szóval igazából mit remélnék a rendőrautóval? More. Szóval no problémo. Nem lehet bírni ezzel, nincs bírás ezzel a motorral, a gyerekek, olyan izé van. Na, meg azt a Higashi rezidenciát, azt megnézni, most egy kicsit ilyen specifikusan rátérünk azokra, hogy kihagyjuk az olyanokat, mint a Higashi torony például, vagy Higashi. Tudjátok, az már volt az előtt, azt rettentő idegesítő. Hát itt aztán lehetne merre kölöd volna, együri. Ne, ez már szerintem az egy oskola, nem? Nem az oskola, nem? Ez a Haig, az a suli, az baró jó. Azt tudjátok, ezelőtt is azt csináltuk, jó gyorsan meg lehet csinálni, meg milliárd zombi van, úgyhogy azt imádom. De ez nem az, bazze, hogy igen? Jöcsém, Hippor megérkezett, azt teszi neki. Ez az, nem csak hardtuk bemenni, ez lesz az, jaj, de szeretni a Hippor ezt. Itt aztán hallod, összekapok most mindent, most nagyon keménybe fogom tolni, most ilyen öpikbe, jó? Képzeljétek, figyeljetek, bárok rendesen a parkoló bokosba. Úgy. Persze van arra, mint a parasztok. Na, figyeljetek, az lesz a style, hogy brutális, brutális izébe fogjuk tolni. Várjátok, el van törve lábom. Le van szarva, nem érdeköl. Ez mi az, jailbreaker még ne? Vizet magunkhoz vesszük, eszünk egy finom rántott húst, aztán ma megyünk is, a pörköltet bevertük. Figyelj, összekapom az összeset, ami létezik, kíváncsi vagyok, mennyire fogjuk ezt így mi szeretni. Mondani, de gyerekek. Figyelj, de most tényleg. Ti is jártek ott? Mindenki gyújjon egyszerre! Valaki pörre! Mindenki! Bazzag, nem mindenki. Jó, lemegyünk. No problemo. Gyertek rám! Jó, imádom. Én most szerintem még többet összekaptam, mint ezelőtt.
Hogy óra nézzé, testvér, haj, mi van itt, mi lesz itt? Az a baj, van törve a lába képernek. Ne tarok rá! Nem gép, ha nem bírja a gyerekek. Nem gép, ha nem bírja, szokták volt mondani. Tanult kollégák. Meg azért van a fegyver, hogy forgassuk! Megjöttünk, gyerekek! Itt érkezik a keeper. Ezt mondtam, hó-hó. Kezdi, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, megmondta tutit. Az én kis csodálatos drónom. Megint izém jöhetne az It's raining man! Hallelujah! Ez az. Így kell ezt csinálni, bazza, nem tökörészősen. Ebbe gondolkodtam, hogy az így lesz. Figyelj, ide ez nem fogom föl... Ez nem veszem fel a izét. Csoda szetet. Próbálunk tényleg izé pörgibe, jó? Úgy készüljetek, pörgi lesz. Valakik itt már nyugtalankor. Mi van itt? Itt is izé van. Is gyertek! Jöjjön mindenki! Nem lozsálni! Nem azért jöttem, hogy itt unatkozzon a keeper. Ugye? Mindenhonnan jöjjenek a zombik, mert a keeper attól boldogi. Fuck yeah! Ez a baj, nem tudok futni, mert bazza most meg már fáj a térdelés. Speedrun mondtam. Megmondtam vagy megmondtam. Hoppá, drónom le van kotlava. Jó van, azt majd. Drónom lekotlott, gyerekek. Ajjajjaj, nincs javítókészletem. Tudok így belepakolni? Kiveszem először. Eszünk egy vitamin. Ne felejtsük el, a drón az itt kotlik, jó? Lehullott. Tudod a balhé? Figyelj, láncfűrész minden, bassz, olyan lootunk van. Pedig azt nem is a izébe vagyunk, nem is a csodaruhánkban. Gyerekek, nem tökörészünk kell, vegyük mind az őrület. Minden nem kell semmi. Elő mindenki! Megjött a keeper! Kutyári, kutyári. Oké, ez is megvan. Gyerekek! Nem szarra gurítunk máma. Arra megalapításra jutottam. Sebeli Afrika. Figyelj, most spoiloltak. Szerencsétlen játék, nem tudja mitől, mi van.
Igen. Lehet, hogy picit sok. Mi a fasz? Várjál! Van baj. Úgy szép az élet, ha zajlik, gyerekek! Egyenes vonalba fussál, nem tudlak találni, baze. Öcsé, baba. Mi a fasz történik itt? Így kell lesz. Juhuhu. És nagyon élem, így ezt terveztem, hogy mondom, egy kicsit pörgessük fel az eseményeket, gyerekek. Éjjel látó, minden van. Kettő Big Mami. Az a baj, le fog amortizálódni a vépön. Az még nem jó. Egy picit ütünk is, jó? Oda verünk nekik. Megjöttünk a főúthoz, lol. Egy darab egge állat. Fa-la-la-la-la-la-la. Szarva van, bocs. Jó van, oké! Nyugalom, gyerekek, mindenki sorra kerül. Sikítós! Mi van itt? Ez meg mindjárt egy színeset ásít. Mondtam én. Faszta betyár! Erre még én sem számítottam, vigyétek el. Ja, meg a sikítosi tornitozik, szívja a haverokat. Haver, tipli van. Mi a tökpecsön történik itt, gyerekek? Valami nagyon orbitozzak. Jé, egy SMG, eddig meg sose kaptam SMG, gyerekek. Jó, ezeket átkutatjuk. Majd ide érnek, hogyha akarnak, nem igaz? Hát
Nehogy már én futkorásztak utálnok. Ó, itt jön valaki. Ablak előtt. Most. Maradjál már. Megkopintott a hátamat. Hát Seven Days to Die még ennyire laza nem volt. Számomra. Na, megnyugodtunk. Jó. Vagy nem, nem nyugodtunk. Mert azt hittem megnyugodott. Volt gyerekek, de most volt kedvem egy kis henteléshez. Már mindig olyan tökörészes dolgok voltak. Trash lootot nem szedünk, semmire nincs szükségünk, jó lootokra megyünk. Érdekességekre. Várjatok, hol vannak ezek, mert itten... Fölöttünk? Rongáljátok az iskola tulajdonát! Nyugiban, ugye? Köszönöm szépen. Meg kell nézni, nem tudom, földről jöttünk, ugye? De lehet, hogy nem. Ah, itt még nem voltunk, jó. De, ja, össze kell szedni minden gyerekek. SMG-t azt még nem is próbáltam. Kipróbáljuk az SMG-t, gyerekek? Van nálam izéje. 90 mm-es lőszer. Pumpáljuk egy kis lőszert, nem? Valószínűleg elég durva lehet. Mármint köpi a lőszert, biztos, mint az őrület. Nézzük meg, ilyen... Könyveket esetleg összeszedek, kukába nem turkálunk. Aztán megnézzük a főútot. Hát ez gyors volt, gyerekek. Gyors volt. Valami ilyesmire számítottam, mennyi? 38 másodperc, és akkor jó lesz a lábam. Annak örülünk, egy csontot nem viszünk. Hát a rongyot az mindig, nekem a fét is sem a rongy. Ebből meg már Dunát tudok még rekeszteni. Gyerekek, jó van, egyenlőre. Keressük meg a ombikat. Valaki nyökög? Aliha jó, valaki van valahol? Lerobbant a feje! Igaz, hogy normál zombi volt. Figyeljetek, a főútra rámehettek, nem? És egy kicsit nyugi-bugi van. Ezért a drón ne felejtsem el fölvenni. Lehet, hogy kikére pakolom a vizébe, a motorba. Várjál? Melyik irányban van? Arra. Valahol kifúrjuk magunkat, akárhol is. Ott a drónom, jó. Kipakolok a izébe, meg a drónból ugye ki kell pakolnom, hogy föl tudjam venni. Nem kéne elhagynom a területet. Ez még talán belefért, ugye? Tudnék csinálni javítókészletet szerintem. Azaz. Iszunk, eszünk, miért ne? Oké, igen, a drónból kipakolok, akkor föl tudom benni, és meg tudom javítani. Így nem tudom, hogy meg lehet-e javítani. Meg lehet javítani. Ó, hát akkor jó. Ó, de jó. Szuper. Akkor nincs gond. Nem volt javítókészletem egyébként, ugye most kaptam izét, duct tape-et, abból tudtam csinálni. Ja, még ki kéne pucolni akkor. Deugakat. Meg össze kéne szedni a lootot, ha már egyszer. Na nézzünk egy fullos loot stage-et, gyerekek. Ugye az nem más, mint egy... először is egy full set. Ó! Ja, így van a full setünk. Nyomjunk egy candy-t. Nézzünk rá a loot stage-re, mert az mindig foglalkoztatja keeper, nagyon. 435, hát ennél bazze. Ennél jobbot. Mit akarunk? Ott van egy 6-os gépfegyver. Szuper, izét kellett volna még. Várjál, mit akartam? Egy jailbreak-et. Ennek. Jó, szuper, örülünk.
Hát igen, megint kapunk egy csomó lootot, egyébként egy csomó pénzük lesz, meg minden, csak hát mire költjük ezek után? Most már tényleg. Ja, egy dolgot kitaláltam, hogy szeretnék egy jó kis ezek, lootok. Lowers. Könyvek talán a legfontosabbak nekem most már. Hol a drón? Gyere ide, tesó. Az lőszer mi? A javítókészlete. Nem kell a gomba. Ha van gomba. Jó, meg is vagyunk. Jó, mert kis tudunk akkor majd motorba pakolni. Mehetünk is szerintem, mert igazából a trash lootokkal is akarok foglalkozni egyelőre. Hanem megyünk a francba, jó gyerekek? 11 óra 18, még egyet meg kell csinálni. I've got a bad feeling about this. Na, talál de. Oké, ki kéne szórni azért a egy darab kő, ez kell nekünk nagyon. Jó, ízőt megjavítjuk. A gépfegyvert, azt a következőt is azzal ledaráljuk nagyon gyorsan, jó? És ilyen főlút témára megyünk. Oké. Okay. Hol vagy a drón? Figyelj, valami izéket. Egy-két dolgot átrakok a motorba. Jó. Oké, okay, mondjuk, jó? Lehetünk is. Maradok ebben a szedben egyelőre. Végre most már nem vagyunk betegek meg. Várjál! Jó, ha nincsen kipucolva a terület. Ho-ho-ho-ho. Az nem jó, az nem jó. Meg kéne javítanom ezt. Hóha, kiraktam a izét, javítókészletet. Neked adtam, haver. Áj! Áj! Hát ez egy vicc. All systems go. How may I help? Kiraktam a motorba a javítókészletet, az volt eszem. Hova parkoltunk gyerekek? Tudja valaki? Bazeg, hova parkoltam? Jódébb mentem a motorra, jajajaj. Subidubi, subidubi, hol a javítókészlet? Az legyen nálam azért. Na, ahelyett mondjuk rakhatnék akkor neki valamit ki, ami tényleg nem kell. Mondjuk ez valószínűleg nem kell. Ja, megjavítom ezt a G-fegyvert, mert az leradjant. SMG, az se nagyon kell, de jó van, maradjon nálunk. Akkor gyorsan izé, gyors kipucoljuk meg a maradékot, nem tudom, hogy hol maradtak el. Mert ugye anélkül nem enged tovább, ami eléggé barát. Még mindig vannak. Gomba marad. Nem akarok gombát termeszteni. Annyi kajám, amire sár, úgyhogy teljesen felesleges. Bármit is termesztenem. Nagyon gyorsan végigfutok. Egyébként ez a legkellemetlenebb ebbe a részbe, vagyis ezekben a küldetésekben, hogy így elmarad egy-egy zombi, aztán nem találod meg. Ezzel én nem vagyok kibékülve. Lehet, hogy a tető maradt még, mert ugye a tető ezelőtt se trigger előtt be az összes a tetőn. Aha, itt maradtak, jó. Master, we are not alone.
Mondjuk ezt én nem nagyon értem. Hogy a francba nem triggerelődtek be először a tetőn? Jó, az XP sose rossz. És nem csak itt maradtak, úgy látom. Ej, de szomorú a képere miatt. Valami izai kellene, nem tudom, robban. Ez a pár fesze. Kutya mutya! Jönnek. Egyébként tényleg lehetne az a cél, hogy kimaxolok mindent. Minden skillt, mindent ugye tökre. It is a pleasure to serve. Az nem lenne rossz. Mit kell ehhez adnom? Sose rossz. Ez kellett. Jó, nagy nehezen megtanulja a képer ezeket a dolgokat. Jó, hát ez könyvnek számít. Aha. Incoming enemies, prepare for conflict. Oké, mutatja, hogy hol van még. Ja, gyerekek, hát hosszadalmas ez, bocsánat. Nem számoltam rá, hogy ez ennyire hosszú móka lesz. Itt még valahol vannak valami irodába, vagy... Itt maradt a tanárnémivel a... Motoros srác. Ó, gyerekek, mutat egy izőt nekem, egy eldroppot közben esett. Jó, messzi. Megjelölöm azért. Ezt akkor végre mehetünk vissza. Ez az airdrop az lehet, hogy érdekülne. Hol tudok kijutni hamar. Oh, a faszban van. Merre van a motorom arra? Hm.
Jó, van, nem volt rossz, lehet az airdrop tér elugrok. Mi az, hogy a másik irányban van. 900 méter, nem beszéljes gyerekek. Megyünk minden át. Kéne javítani ezen a motoron. Ezt akkor nem baj, hogyha törik, nem? Jézus, na 71%. Inkább mint tökörészek itt, hogy kerülgessek mindent. Na az. Azt mondtátok egyébként, a kocsi az nem jó, úgyhogy ezt el is engedtem. Annyiba lenne jó ugye, hogy tök nagy a storage-e. De mondtátok, hogy mindenbe elakad, nem lehet vele normálisan közlekedni, mert túl nagy. A baj, hát ez se a legjobb egyébként. Igazából az környéka nem túl jó. Mivel ugye ilyen izé. Tele van minden lommal, bazd ez a Wasteland. De Isten! Itt azt a próbálj meg ugye elvenni, hogy nem töröd össze a beldát. Hát autóval gondolom, hogy tényleg lehetetlen lenne, túl nagy. Mi ez, víz? Ó, bazza, mekkora tó ez, hogy milyen fal? Tök jól néz ki. Óre! Vízbe esett. Várjál. Nem a legeresebb. Ja. Hát igen, ilyenkor mennyi loot stage-ünk van, ugye nem izébe vagyunk, nem küldetésbe. Mindjárt aztán arra ránézek, kíváncsi vagyok. 348, ja hát azért ez gyengébb. Mondjuk nem olyan rossz. Viszont ez a környék, ez beteg jól néz ki. Itt van egy ilyen hatalmas nagy. Fú, hát ez ekkora parahely. Nem? Egy ilyen tónak a közepére. Tudnak úszni már a zombik? Letelepedni ilyen helyre. Próbálja meg izény, eltalálni itt ezek között. Te! Izény, strádát kéne videóba építenem egyébként. Komolyan mondom, neki állok azt a csillag mindenhova ilyen felüljárót, ilyen hidat, ilyen magas vasutat. Istenem, te! Master, we are not alone. Meg még el is tart. Hol, mi ez itt, víz van? Hú de faszol. Bekeveredtem valami vizes részre. Jaj, de kár volt eljönni ezer gyerekek. Vadító ez. Egyébként alig sérül a jármű, azt látjátok, hogy így neki megyek mindennek, meg küldöm neki, pattogok. Aztán ilyen 1%-ot vett le az ugrás is. Egy másfél kilométer izébe. Mi ez? Wasteland plusz erdő, hogy nehogy jól érez magad. Valami kiérhetnénk. Találtam utat, csak az a baj keresztbe megy. Ó, itt van a másik trader, ugye? Ez jó. Bement,
Azon gondolkoztam, bemenjünk a másik traderhez, hogy érdemes lett volna. Szerintem rohadt oldal, nem? Sok minden nem tudnék venni, esetleg a csokit. Engedjük el, hallod, már hadd érjek már haza. Én nagyon megbántam ezt a dolgot. De legalább most már vannak utak, stop tábla, gyerekek, meg állunk. Nem, nem állunk meg. Beugrató kérdés volt. Arra kíváncsi lennék annak a Higashi plázának, ugye a tulajdonosa vagy vezérigazgatójának a... Az meg mi a lebegő blokkok? A rezidenciájára. Csak az a majd már jó késő van. Vészlennek a hátránya azért ez az őrületesen szark környezet, az kellemetlen nagyon. Na, menjünk, veressük neki. Legalább valami... Igen, csak az a baj, hogy a rewardok se valami csodásak már. Mármint körülbelül ezeket tudod választani a rewardok közül, és nem valami erős rewardok ezek, nem. Én legalábbis ezt úgy élem meg. Remember to buy some armor if you take this job. It could be dangerous. How are you gonna get a... All right, if you're in... Ez mi az a Ja, ez egy mozi. Minotaur, izé, vagy mozi, vagy pedig... Ja, mozi, ugye? Vagy színház. Okay. Dr. Karen Higashi rezidenciája. Na nézzük meg ezt. Dr. Karennek a rezidenciája. 700 méterre van, nem is olyan veszélyes. Az a baj, tele vagyunk, tudom, de megpróbálunk gazdálkodni a lúttal normálisan, hogy az értelmeseket hozzuk el. Na, egy rezidencia. Talán nem tudom, hát valószínűleg lesznek bőven, de azért gondolom az nem egy olyan nagy épület. Itt lakik a Dr. Karen? Azt a betyár. Nem ez az, amelyiknek a pincéjében van egy ilyen labor? Valami. Ezeket is kezdjük megtanulni, de tök kellemes. Hogy nem csak full vakon vagyunk. Látjátok, ez egy ilyen kicsi háznak tűnik. És igen, ennek az aljában van a labor, ha jól emlékszem. Várjál motor. Na, menjünk közelebb. Ez lesz az. Oké, okay, aztán dinamikusan, jó? Gyerekek, úgy készüljünk, hogy dinamikusan. Itt meg kéne nézni, hogy esetleg nincsen valami olyan, amelyik hát három rongyozna legyen, amelyik igazából annyira nem fontos nekünk. Ezt fel fogjuk rakni oda, nézzük meg. Ígyunk ebből, aztán akkor már mindjárt nem lesz rá gondunk. Meg ezt a kettőt kidobom. Három papírt kidobom, ezt leszkreppeljük. Akkor rakhatok ide is már. Néhány kocit, ezt is kidobom. Ne. Tökéletes. A jövő gondolkodok pillanat, ezt kiveszem innen. Ezt a könyveset kivesszük, azt kinyitjuk, megtanuljuk. Ez már is nem foglal helyet, ugye? Mekkora csodálatos ötlet volt. Ezt megisszuk. Egy darab vizet nem cipelünk. Ezt a kaját megesszük. És még mindig van egy helye.
Jó. Ide meg ezt elvileg, aha, rárakja a slotra, jó. Hát ezt meg megy a levesbe, jó? Így megyünk, gyerekek. Szerintem ez így optimál lesz. Oké. Ezt mondjuk meg kéne javítani. Darálni fogunk, nem fogunk tökörészni, gyerekek. Semmiképpen. Állatmódjára fogunk viselkedni. Csak könyv, meg faszalút. Ezek érdekelnek. Könyv és faszalút. Ezek követnek, semmi más. Jó, azt elviszem. Ezért nem viszünk ki azt a pár cobblestone-t most. Nem, hogy már ilyen shooterek meg ilyeneket vigyek magammal. Jó. Dr. Karen, megérkeztünk. Nemileg lejjebb kell menni, ugye itt van az, hogy egy bunkár lesz alul. Nagyszerű. Jó, nem kellerek. Merre kell tovább menni? Valami rafkó volt az előtt is. De lehet, hogy rossz fele jöttem. Csak az a baj, ezek el vannak barikározva ezek az ajtók. Esélyes, hogy azokat nem kell piszkálni. Gyerekek, merre volt az előtt? Ez is zárva van. Sütű zárva van, itt se lehet kimenni. Pedig tök úgy emlékeztem, hogy ki kell menni az udvarra. Most szerintem nem. Most meg vagyok keveredve. Lehet, hogy kitöröm ám ezeket az ajtókat, meglessük. Na, pedig itt kell menni. Azt hiszem, itt lehet felmenni a garázshoz. Jó, nem kis... Nem tökörünk ám, gyerekek. Könyv. A könyves polc az mindig jó, mert igazából abból van a leginkább hiányom ám. A könyves polcból. Ez meg megmozdult. Le is lőttem a picsába. Ah, most átkerültem ide, jó. Ja, de itt akkor itt is be lehetett volna jönni. Ó, gyerekek, pillanat, telefonomban. Igen, hello. Külön raklapon van. Van egy három éles, meg van egy éles raklap. Külön van ragva, teljesen. Ja, jó, akkor amelyik a hármas arra, tehát egy az, igen, az full mind, igen. Az mind a másik, meg mindegyik. Igen, úgy. Oké, köszi. Szia. Hello. Na gyerekek, a főnököm volt, basszus. Hogy megjelöltem el bizonyos dolgokat, úgy látom dolgoznak szombaton. Hát mi történt velük? Na, itt vagyok egyébként. Bocsánat, hogy várjátok, hogy volt ez itt? Le kellett menni, vagy föl kellett menni, vagy mi volt?
Na, ezeket sem fogom elvinni. Ja, itt van a garázs. És ugye itt volt, azt hiszem, hogy a lejárat valahol, nem? Nem baj, hogy kibontom. Nem gaz. De valahol volt egy lejárat. Valahol volt egy... Lejárat. De hol van a lejárat? Ilyen tök el... itt van. Betonbunker. Ekkora ízeig vannak itt. Kecsegek, látod? De nézd, itt jönnek szembe, már kapásból, nem? Aha. Gyengusok voltatok, gyerekek. A keeper lekaszálta a fejetek. Most tettem be az ajtót? Tudok valamit. Csak szolid a nyereke, nem kell itt az idejövök balondulni. Azt hiszem itt van a nyitójárnek, nem itt volt? Nincs annyit. Itt jól keveredtem az alatt, emlékeztek rá, úgyhogy készüljetek a legrosszabbra. Legyen lajtorgya is van. És azt hiszem itt meg csak egy ilyen titkos helyre jutsz el. Nem, itt ugrálnak ki el. Nem itt ugrálnak ki? Nem. Mi a fasz történik? Forrolok a fegyverrel. Nem lövöm szét magam, fölösleges, de inkább így értelmesebb szerintem. Belegondoltok. Ugye? Okosan. Így, minek daráljam a lőszert fölöslegesen, nem? Jó, csak hol hörög? Meg merek-e menni? A tököm ki van egyébként ezekkel a labirintusokkal, a borzalmasat. Szóval nem tudok rájönni, hogy merre kell menni. Lehet, hogy az én... fogyatékom, de borzalom, nem? Itt is hol üt meg? Mit üt? Jó, itt jöttünk be, oké. Okay. És akkor itt nem lett tovább benni sehol. Valamit megtanultunk nyerre, gyerekek. Yes! Nagyon jó vagyunk. De hogy merre kell menni, bazza? Ez itt nem... Itt hallani, hogy valaki rúgja a por. Master, we are not alone. És kíváncsi vagyok, én itt átfúrom magam, bazzak. Kíváncsi, hogy mi van a túloldalán. Nagy semmi, mi? Hát akkor jó. Na! És akkor merre menjünk? Itt nincs. Jó, menjünk akkor visszafele, vagy mi a... Ennek mi értelme volt ide jönni? A loot miatt? Szopatják itt a répet, gyerekek. Csak most merre? Zárva. Ti zárva ide. Na jó van. 15 000-es. Jó van. Mindjárt megoldom én itt. Tovább megyek erőbe. Észre nem sikerül.
Az a baj, ugye ő nem jelzi őket a map, csak hogyha betrigger előttek. Tehát itt járhatsz lefelé, mint a bolond. És minden zárva, beteg. Beteg ez, miért van mindenhol zárva, mindenhol? Nem vagyok idehez hozzászokva. Sehol nem tudsz fel. Ah! Na, valamit kinyitottam, halleluja. Level up! Három skillpontuk van, gyerekek. Három. Szuper! Élem. Master, we are not alone. Megjött a fő loot. Ennyi volt! Ennyi volt. Mármint a lootolási dolog. Főlútig eljutás. De majd mindjárt még szed... Körülnézünk. Ugye nem tökörészek. Jailbreaker minden benyomunk, aztán lootolunk. Oké, bocs, ilyenkor ugye nincs izé, nincsen... Minek nevezik ám? Lámpám. Valaki rúgja a port, de az igen külső. Viszont még mindig clearelni kell a területet, szóval a küldetés az rohadtul nincs meg. De talán kapunk valami jó cuccot, nem tudom. Bár tényleg nem tudom, mit remélek még. Itt egy izé, shotgun. Hát gyerekek, nem tudom egyébként. Szerintem lehet, hogy a lootolásokat el fogjuk, vagy a küldetésezést el fogjuk felejteni, mert hát jó a könyvek esetleg, amiket lehet értelmeset kapni. De a többi már igazából minden megvan nekem. Úgyhogy ilyen főlútra rá menni nem egy olyan nagy értelme van ma. Ott egy ötös drón. Volt nekem egy drónom egyébként. Csak ugye azt hiszem, hogy az is ötös. Oké. Okay. Egy 4-es izé, M6 fanas. Teljesen fölösleges egyébként. Meg ez fölösleges, meg ez felesleges. Azt meg talán jobban el tudom adni. Esetleg annyi értelme lenne. Oké. Okay. Jó, viszont meg is van a fő lootunk. Ki is lootoltuk az összeset szerintem. Annyi, hogy a vissza kell öltöznöm akkor. Megnézni, hogy... Hát hozzá már nem fog beférni semmi. Jó, gyerekek, jól van, oké. Meg kéne. Meg kell találni a többit, akkor már legyen meg a küldetés, bár igazából a küldetések se adnak. Túl sok jó cuccot, tudod. Feltétlen ki kell pucolnunk, mert különben nem lesz meg a küldi. Max az XP-ért megéri. Másért már nem is. Csak azt nem tudom, merre van még
Merre van még buzi? Te meg honnan bázol? Tisztos lesz nagy. Tényleg csak arra megyek rá, hogy most már küldetés legyen meg, csak ezeket mind kipucolni, ezeket a helyeket. Ugye ez is például tök egy irányú volt, egy irányú, nem. Itt van valami. Aha, de ugyanoda jutottam szerintem. Master, we are not alone. Ha merre tudnánk még ott fönt gyerekek esetleg? Ott van egy cucc egyébként, egy könyves. Add meg jó. Ja nem. Túlszos, ugye? Az is jó. Ja, innen jöttek zombik. Az a baj, az külső egyébként. Az minket nem is annyira zavar. Hát jól beszoptuk már, megint itten keresgethetjük a zombikat. Ura, ezt nem szeretem a sem. Ezzel nem vagyok kibékülve. Na még álljon! Oké, nincs senki. Merre nem voltunk még gyerekek, baza. Itt voltunk. Ugye? Nem voltunk. Konyhán nem voltunk. Jó, triggereljük az összeset. Akkor ma. Abba itt nagyon el vannak szorva, ez nem tetszik nekem ez a hely. És ugye itt voltunk, itt próbáltuk kinyitni hátulról, vagyis itt nyitottuk ki hátulról most. Az érdekes helyen van az a... látod? Csak ugye ez még mindig nem elég. Még mindig nem szedtünk itt össze minden, vagyis nem pucoltunk ki. Ingyen kaja pia. Hala megyünk basszus, mindet, figyelj, mindjárt feladom bazd. Mármint nem úgy, hogy most olyan nehéz lenne, hanem az, hogy mindent így kiizoljeli bazd, kipucolvali. Isten tudja, hol van még egy zombi. És előtt is azt hiszem, hogy volt egy olyan, hogy ezért benn voltak ilyen helyen, de... Ott vannak benn, bazzát, és akkor... Zuhanyoznak a zombik.
És nincsen hátsó bejárat, érted? Tehát mindenképp ki kellett törnöd ezt. Ezt nem nagyon fogom fel, hogy akkor ezt hogy gondolta a készítő. Tehát mindenképp be kell törni. Jó. Úgyhogy akkor betörjük az összeset. Aha, hát ezeket be kell törni, lol. És tényleg abból tudatban voltam, hogy mindig csak nyitott ajtót keresztül lehet bejutni valahova. És akkor vagy jó helyen. Aztán ez narrató nem így van. És valószínű itt is fürdő vagy valami van abban van, de... Nincsenek. Ó, végre, meg vagyunk. Letunt a trader. Már csak ki kellene kettőre egnéd, nem? Ami szintén nem lesz egyszerű. Jó, te. Jó, várja, gondolkozunk, merre? Merre is voltunk? Nézzet kell megtalálni azt az elágazót, ahol volt a lépcső, a négyes. Nem tudom, nem-e itt. Itt. Valamelyre erre lesz. Ja, itt. Itt. Jaj, de jó. Jaj, de jó, megtaláltuk egyből. Fú, de jó. Happy vagyok. Szóval, hogy zárodod be? Hát itt jöttünk be. Ez kinti zombi volt, egyébként. Na és akkor itt a kis tudok egyből menni elvileg. A. Itt. A garázson keresztül. Csoda! Jaj, de jó. Ez egyébként akkor a nyomasztás ez a hely, nem jó, nem szeretem ezt a helyet. Menjünk a motorunkért, aztán vegyük haza. Aztán kinyitom a csomagokat, az egyik legjobb dolog a játékban. Ennyit a fejlővésekről, mi? Fasza voltam, ügyes. Azt meg egy hizé, az meg egy nightclub, azt viszont megnézném egyébként egyszer. Na, kell majd pakolunk ám skilleket. Annyira nem volt fontos, aztán mondom, mert addig nem erőltetjük. Jó, oké. Viszont el fogom engedni a izét lassan a küldetésezést, mert igazából nem sok értelme van, mert majd mindenből maxon vagyunk. Tehát akkor most minek? Na, egyenesen valahogy közlekedjük? Ja, tök fölösleges üzei küldetés az, nem? Mindenünk megvan, gyerekek. Akkor minek? Miért csináljam? Tényleg XP, meg a könyv esetleg, de azon kívül más értelme nem igen van. Jaj, ezt sikerült összehoznod képen. Ez sikerült. Várjál. Menjünk a traderhez, leadjuk. 18.58 egész jog voltunk. Következő részben szerintem megcsinálom a zombi váróvat. Mindenképpen akarok egy hordavárót készíteni le. Valószínűleg lehet, hogy ide a trader elejére az útra ebbe az egyenesbe. Kitaláltam, egy eléggé extrém dolog lesz, de remélem tetszeni fog nektek. Ebben már nem fér semmi, esetleg nincs olyan, hogy... Ami volt már, de volt, jó. Azért legyen valami basszus, mert itt... Nem férünk el már lassan, tényleg. Well, hello, my friend. You know, I wasn't sure you had anything to pull that off. Majd mindig ugyanazt adja, és konkrétan olyan dolgokat, amik igazából nem nagyon kellene.
Figyeljetek, viszont annyit szerintem érdemes lenne elkezdeni megcsinálni. Nem tudom, hoztunk pénzt. Hoztunk pénzt, én kiszórok ide dolgokat most ennek. És nem eladunk, hanem ezután szerintem mindig meg fogom venni a könyveket. És akkor tanuljunk, mert igazából az az, amelyik leginkább nekem fontos lenne. Bartel, és amilyen könyvek esetleg vannak még, azokat mindig megvesszük, amiket nem tanultunk meg, nyilván. Oké, a többi meg van tanulva, ugye az nem adna annyira nagyon sok XP-t vagy bármit, de azért végigpörgethetnénk, hogy esetleg van-e nála valami olyasmi, ami nekünk bármennyire is hasznos. Hát ezek, tudom, ezeket megvehetném, de minek, érted? Viszont ilyen, ezeket az ironokat lehet, hogy megveszem, mert akkor nem kell, annál kevesebbet kell gyártanom, ez mindig jó jön. Innen semmi. Innen. Semmi szerintem, ugye? Nem, hát innen se sok minden. Majd a kis megvannak, a Rocket Launcher. Esetleg rakétát vennék, vagy nem tudom, Battery Pack. Na, ez viszont lehet, hogy meg kéne venni, sőt, ezt biztos, hogy megvesszük. Mert ugye aztkor napelemhez az jó lenne. Solar Bank. Ezt is megveszem, csak izé kellene, ugye? Bele, cucc. Na, most már azért még örülök is neki, találtunk jó dolgokat. Végig még tényleg találtunk jó dolgokat. Egy ilyen kabinetet veszek. Ez egy aranyos. Valami olyan dolgokat majd rakunk bele, ami érdekes. Jó. Költök pénzt kis dekorációra is, ha már egyszer. Olyan, itt tök jól állunk, amúgy. Jaj, ne! Ezt ki kell kapcsolom, hogy rám is triggerelődjön meg, különben megbolondulunk tőle. Fasza! Jaj, gyerekek! Ezt ki kell kapcsolnom. Meg lehet, hogy ki kell rá egy kapcsolót kötnöm, hogy ne az legyen, hogy bármikor lesz. Jaj, de kár. Na, van még egy Solar Bankom. Meg van egy aksi pakkom, azok tök jók. Elvileg az aksi pakba, akkor abba... Várjál, ezt ide le akartam rakni. Mondjuk ugyanúgy. Így. És ugye ebbe kéne nekem pakolni olyan dolgokat, amik ilyen szolár celleg, vagy nem is tudom minek nevezik. És akkor kiválthatnám a generátort. Ezeket meg megtanuljuk. Ezeket meg vegyük föl. De nem jó. Raider. Hogy? Oké. Okay. És akkor ez hogy néz ki ez a aksi pak? Ebben aksikat kell raknom? De jó. Puzzle, hát ez így működik. Marha jó. Ezt ide rakom, és akkor elvileg ez, hogy open, és tele kell raknom aksival, de jó. Ugye a szolár tölteni az aksikat. Ez tök jó lenne. Csak az a gond vele nekem, meg egyelőre, hogy nincsen ilyen szolár panelem. Aksim az lenne bőven. 5-ös, 5-ös, 4-es, 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 3-as. Szerintem pont 6-ot lehet belerakni, ugye? Be is pakolom, mert miért ne? Előbb-utóbb ezt meg kéne csinálni. Ez az. Tök jó, 250 wattot tudna. Ugye? Csak annyi baj, hogy ugye ebbe is kellene pakolnom szolár izéket. Slotok. És ezt szerintem nem tudom megcsinálni. Ezt nem lehet craftolni, vagy lehet craftolni? Mi a neve ennek? Hol van? Valószínű, hogy a Solarnál érném el, vagy pedig olyan neve lenne, ugye? Hát ez nem valószínű. Ugye kár.
Ja, ide raknék még egyet, és akkor a generátort ki tudnám váltani, ugye, például. Valami még fele se vent el. Nagyon jó, szuper. Az alsó meg biztos nem, mert ott nem üzemel semmi külön, konkrétan csak a kamerák. Jó, oké, nagyon szuper. Kicsit pakolok. Van egy SMG most már, azzal is esetleg lehetne mókolni valamit. Jaj, gyerekek, hoztam ezért komolyan 6 darab követ. Az derék. Ezeket akarom kibontani. Meg akkor ezt le is scrapeljük, mert ebből sok jön. Ez az. Azt is úgy. A szervetlen craft, tök jó, mert ebből egyébként jönnek ezek az elektromos cuccok, amikből tudnék készíteni még jó elektrogyaságokat. Nem van, ha jó. Oké. Ami még kellene nekem, azt akartam, hogy ami van, azokat kinyitom mindent. Vannak ilyen ládáim még, bár lehet, hogy pont nem itt. Van még egy dródom. Konkrét. És mi van, hogyha előveszem őt is? Aha. Nem lehet kettőt. Azért az vicces lett volna, hogy kettőt le lehet rakni, nem? LOL! Hülye gyerek. Ilyen én begondolkodik. Én persze majd egy előbb-utóbb meg egy ilyen 10 drónnal futkoráztam volna, nem? Fasza lenne. Igen, és ezt scrapeljük, lesz egy csomó vesünk belőle. Valaki írta, hogy pár ütéssel ugyan egy vasat tudok gyűjteni, de hát ez meg ingyen van, tudod. Azért gondoltam, hogy ez nem egy utolsó dolog. Megint egy csomó kaja, oda néz, mi ez, lazanya? Fite. Ebből is, ó, 3-es izé, M60-as. 2 darab izé, egy shotgun-os izé. Na, zombivárat fogunk készíteni. Egy érdekeset, hogy hordavárót a következő részbe. Valószínűleg sokáig fog tartani. Hogyha esetleg valaki olyan van, aki annyira nem preferálja azt, akkor előre szólok, hogy izé lesz. A következő részben biztos, hogy építkezés lesz. Egy nagyon érdekes hordavárót találtam ki, hogy miért akarok csinálni. Egy ilyen igazából nem csak a hatékonyság, hanem a fun faktor is közre fog játszani abba, hogy miért készítek. Oké. Szóval inkább egy ilyen vicces is lesz, nem csak hasznos, jó? Ennyi kaja, te Isten gyereke! Azt se tudom már mi van, bazzer! Készpia az nem is lett. Kész kaja lett. Ja, ennyi kaja. És ez... Körülbelül 2 darab kell naponta ebből, ezekből a jobb fajtákból, ugye? Jó. Itt ezt a kabinetet le akarom rakni, meg a bárszékeket, ha már egyszer megvette a keeper, azt lerakja gyorsan. Ez jó zavaró lesz itt, nem? Valami pultot kéne csinálni ide. Na, hát ide csináltam egy pultot, vagy csinálok mindjárt. Hol van a blokkjaim? Voltak blokkjaim is. Ha gyerekek, muszáj egy ilyen jó pultot ide fölizelni, bigyeztetem. És mindjárt nézzünk egy olyan... Jaj, egyébként az a baj, ezt én nem bírom ki, hogy ne csináljam. Várjál már. Ez olyan csúf, hogy lenne így. Várjál, van jobb is szerintem, van tök jó. Jó ilyen pultszerű dolog, szoktam látni. Odané, idené, edjöné, odané, odané. És rövid egy ilyen asztal lett, de igaz, hogy ez pont nem arra készült. De hát why not? Hoppá! Azért valamit, hogy tüzet, keeper kitalált. Mindjárt hozok fát. Kéne úgy egy kép is. Nyúj! De valahol volt képem szerintem. Képtelenség, hogy veled volna képem. Oda nézzék! Nagyon jó. És ezt fel akarom upgrade-elni, úgyhogy kell túl is. Egy szög belőle, az is annyival... Szerszám hegyek vannak, gyerekek.
gyenge. Kellene nekem ecset. Szerintem a szelves krabba is raktam már füstéket, mert már nem tudtam hova elpakolni, bazze. Na, hát valami ilyesmire gondolkodtam. Ha? Hoppá! És akkor várjál ide, valami aranyos hangulatos lámpát ki kéne rakni. Hát ez igazából ezzel kell foglalkoznom nyilván, de hát tudjátok, hogy milyen a keeper. Ő, képecske, az kell. Meg volt valami lámpecskuk, ilyen lámpa, ilyen lámpa. Aztán mindjárt meglássuk, hogy mi lesz a fasza. Itt egy ilyen lámpát is hozzunk ide. Meg kéne egy izé, magnó vagy valami, nem? Magnó! Magnólia? Na várjál. Megnézzük, hogy melyik néz ki jól. Ugye. Elvileg a képet azt ugye tudod is változtatni, hogy milyen legyen. Nincs valami gyümölcs kosár vagy valami? Egy ilyen macskát ide baszott gyerekek. Oda nézz, egy ilyen macska. Hoppá. Viszont kellene, így lehet, hogy föntről fogom lelógatni a lámpecskukat, úgyhogy még egy izét, még egy, hát a képet. Nem macska legyen, de. Vannak ilyen, jaj, nem macska! Macska zón, gyerekek. Igen, és akkor lámpa, ezt így le tudnám lógatni. Oda né, jaj. Hoppá, izé van, taverna. Na, azért ide lecsütcsen a képer. Eszi a nokedlit meg, ez erre, nem? Rohadt jó, bírom. Várjál? Ide egy a sarkára egy ilyet. Na, hangulat, várjál? Nem se jó. Inkább. Jó, de már be nem tudom rakni. Egyébként tudom. Én nem, elég az gyerekek. Várjál, oda. Oda nézzél. Hoppá! Még egy virágot. Várjál, volt nekem virágom. Csak az Isten tudja, hogy hova tökönbe raktam. Szerves Craft. Ott a verágot, csak még a verágot oda berakunk az ablakba mellé. Úgy, na, azért hangulat megvan tényleg. Sőt, még ideig szerintem el kéne csettinteni. Meg még itt ezt a peresre lefesti a képről. Perosra. Ja, az izait azt kivettem. Vödört. Na hát azért megvan a feeling, meg lehet, hogy valami szőnyeg, nincs valami szőnyeg füstés. Valami kis szőnyeg. Ez nem szőnyeg, az valami hasonló. Várj, tudom, hogy nem szőnyeg, teljesen az. Hoppa, azért. Van egy kis füzérem. Kicsit ilyen rohadt szőnyegnek tűnik. Na, hoppa, itt lehet izéni, havajozni, ide beülsz. Dobj egy sört, more! Király. Nekem ez nagyon bejön. És elvileg, ha lekapcsolod ezt, akkor is ugye ezek világítanak. Tehát megvan itt a feeling. Éjszaka. Na, tök jó, csináltunk egy ilyen kis sarkot. Igaz, hogy nem sok értelme volt, de why not? Oké, gyerekek, akkor... szuper. Következő részben építkezés lesz, például az ajtót ki kéne cserélni, ugye, hogy azt föl tudjuk hozni. És valószínű, hogy a hordavár... gyerekek, egy pillantás. Hordavárót akkor megcsináljuk valahova. Ide, oda nézzetek, ott van egy ilyen beszűkülő út. Oda kellene így. Csak nem tudom, milyen közel tudom majd a... Oda, egy elég nagy hordaváról lesz egy elég érdekes. Kitaláltam egy koncepciót, amelyik elég, hát mondjuk, hogy inkább extrém, mint hogy... Várjál, ide rakok. Ez jó lesz, ide figyeld, és akkor ebbe bele tudom rakni a benzint, amivel mindig megtankolom. Ennek tudom változtatni az alakját, hogy milyen színű legyen morre, oldani. Hát legyen itt akkor feketi. És akkor ide bele tudod rakni a benzint, hogyha tankolni akarom. Na, ez ki van itt találva, nem? Csak izé kellene, szóval cellák. Csak nem tudom, azt honnan fogok venni. Mert eddig még körülbelül dropnak nem láttam, lootnak nem láttam, sehol nem láttam olyat. Robbanó hordó, bazzer. Na, gyerek, szolárcellát az hordnak, a túros, a rétesből lehet venni.
Valaki tudja? De miért nincs olyan külön elektronyosság, vagy valami? De van, ott van az elektrik. Akkor itt kéne lenni annak is, ha lehetne csinálni. De nagyon nem lövett csidágyi, gondolom. Powerbankot lehetne. Battery banket, csak... De érdekes, ezt lehet csinálni. Ugye lehet majd, de izét azt nem. Solar cuccot nem. Ez egy jó rácsesző. Na jó, mindegy. Köszi a figyelmet, srácok. Következő részben építkezés lesz. Kettő izét lerassoltunk most. Ó, nézd, skill pontok, basszus. Skill pontok. Van vagy három, elvileg, ugye? Van három skill pontunk, amit ugye akartam erőltetni. Lucky Luthor a skin van. Penetration nem rossz. Viszont én inkább, ugye arról beszéltünk, hogy jó lenne a parkört még följebb tolni, csak az a gond, hogy megenged rá rakni. És a Nalengant is érdemes lenne. Úgyhogy Nalengantra mindenképp rakunk, mert utálom, hogy lassul akkor, amikor... hogy mondjam, amikor táraz. Úgyhogy ez egyszer így tök jó. Meg az... Erre is kellene pakolni. Talán. Erre rakok, mert mindenképpen akarok csapdázni. Majd amikor lesz a horda. És ugye ez azt adja, hogy az elektromos csapdákból kapok XP-t, hogyha úgy ölik meg a zombikat. Úgyhogy ez feltétlenül lesz, gyerekek. Milyen bázist létrehoztunk? Tök durva. Idővel mennyire lehet fejlődni itt. Szuper, igen, itt lesz, gyerekek. Itt. Itt fog kezdődni, és el fog tartani, addig lehet. Ez a horda. Váró. Majd addig kitalálom pontosan, hogy legyen, hogy minél kevesebbet kell szarakodni azzal, hogy gondolkozok ugye, hogy mégis hogy, hogyan kellene. Várjátok? A murky water-öket kiszerebben nem bírok magammal. Ezt meg ugye van. De ezt is kiszedem. Kiszedem, mert legyen. Oké. Kajak. Kajak és kaja. Ezt elindítom ezt a kettőt scrapre. Lett egy csomó vasunk, elvileg már 3000 megint. Azt meg majd pakolom be 1000-rel ám. Hadd menjen. Forzsolgassuk. Jó. Mert ugye vas az még azért nem ártana egy-két dologhoz. Király. Király, gyerekek. Jó, egyébként mindenünk megvan, ami kell. Valami nagyon vicces kis horda várót fogok készíteni a következő részbe. De tényleg ilyen lesz benne elektronika, meg mindenféle jó dolog, hogy legyen izgalmas a szituáció. Úgyhogy elég bonyolult lesz. Hát majd valami tervet lehet, hogy saját magamnak komolyan mondom, föl fogok vázolni aztán akkor. Aztán mondta, hogy izén akarsz följönni be azzal a lépcsőben, megőrülök. Jaj, de mindjárt kezd tulinkolni a izénk. Ez hol most megakadt? Ide gyere, he! Jaj, kutya-butya... Láncfűrész, minden. Egyébként ezeket farmolni az egyik legjobb izé loot szerzési lehetőség, de tényleg. Ez nagyon beteg jó. Más se csinálsz, ezt lootolod be, azért most is egy láncfűrész, érted. Kapod a jó cuccokat. Már 185 a max HP-m, ugye a szinttől függ, azt hiszem 85-ös szintűek vagyunk. Vagy ilyenkor hogy írja? Hol van a szintünk? Sose látom bazen, hogy hol van a szintünk. 85-ös, ja. 85-ös szintűek vagyunk. 560 km-t megtettünk. 47 000 itemet craftoltunk le, 50 órája nem haltunk meg. Az azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 25 rész óta, vagy még régebb óta
56-unk meg, ja, az elején ugye. Az nem annyira veszélyes szerintem. És 6000 zombit megöltünk. Az meg elég jó. Tök jó. Ja, valami olyan hordavárok kellene, hogy duplázni tudjam a zombik számát, tehát valami jóval nehezebb legyen, mint eddig. És az szerintem elég vicces lenne, szóval de ahhoz kellene egy olyan hordavárom, hogy be ki is bírom. De lehet, hogy egy ilyen standalone stílusba így kiállok, aztán csak darálni fogom, de valami jó kis vicces hordaváró lehet, hogy jó lesz. Master, we are not alone. Gyerekek? Mi zombik mászkálnak már egy random, nem? Tök durva. Ott a kutya azt akarta megölni. Megint egy kigyó, mi van kigyó? Na, van. Berakom a drónba a drónt, na? Ez nem egyszerű. Jól van, azt meg ott próbáld. Na gyerekek, elbúcsúzom. A következő részben akkor mindenképp valami ide. Ide csinálunk egy jó hordavárót. Aztán megpróbálunk lyuk azt csinálni, hogy minden egyes hordával, vagy pedig lehet, hogy minden egyes napra állítok be a hordát, és emeljük a számukat a zombiknak, ami azt jelenti, hogy első nap mondjuk lenne 16, következő nap ugye 8-a több, az 24, 32, és akkor így emelkedne, és megnézzük, hogy meddig bírjuk. Meddig bírjuk. Mert szerintem az egy ilyen... Jaj, de... Na jó, elbúcsúzok, srácok. Köszönöm szépen a figyelmet. Szerintem abban lenne még kihívás, hogy így dupla, tripla, és egyre négyszeres, ötszörös, és azt hiszem, hogy... 8-szoros zombi erősséget tudsz valami horde erősséget beállítani, akkor azt jelenti, hogy 64 zombi folyamatosan támad. Az elég bika lenne. Kíváncsi vagyok. Mindenképpen 16-szoros lesz a következő hordakor, és valószínűleg azt fogom csinálni, hogy minden egyes napra rakok be, akkor, amikor gondoljuk. Ugye lehet ezt állítani. És akkor tök vicces lenne az, hogy megpróbálni, hogy egyre erősebb hordát, hogy fogjuk túlélni. Na, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!